Nagyon szépen köszönöm. Igen, tisztelt külügyminiszter úr, excellenciás hölgyeim és uraim. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetek, és néhány alapvető fontosságú dolgot a nemzetpolitika tekintetében elmondhassak önöknek. Valóban arról van szó, hogy a magyar nemzetpolitikának alapvető küldetése az, hogy a magyar nemzet megmaradjon. Mert végső soron a magyar államnak az értelme és a célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. Márpedig a magyar nemzet történelmi okokból kifolyólag egy olyan nemzet, aminek a tagjainak csak egy része él Magyarország területén, egy másik része a Kárpát-medencébe, egy harmadik része pedig szétszórva a nagyvilágba, diaszpórában. És bármelyik rész eltűnik, az egyetemes magyarság csonkul meg, tehát a magyarság megmaradását veszélyeztetné, ha bármelyik nemzetrész eltűnne. Most ahhoz, hogy a magyar nemzetrészek a határon túl megmaradjanak, ahhoz két dolog szükséges. Az egyik a különböző kulturális oktatási támogatások, ugye ezért van a Bethlen Gábor alap és a különböző támogatási formák. A másik viszont, amiről most részletesebben szólnék, az a nemzet közjogi egyesítése, hiszen az állampolgárság megadása az a nagyon erős impulzus, ami lehetővé teszi azt, hogy megállítsuk az asszimilációt, és lehetőség szerint még meg is fordítsuk. Maga a honosítás tekintetében két dolgot kell elkülönítenünk egymástól. Az egyik a honosítás, amikor arról van szó, hogy olyan embereket honosítunk magyar állampolgárá, akik nem voltak korábban magyar állampolgárok. A másik pedig az állampolgárság megállapítás, ez főleg az emigrációra vonatkozik, akik esetében arról van szó, hogy ők vagy a szüleik magyar állampolgárok voltak, ők tulajdonképpen magyar állampolgárok, csak a papírt kell kiállítani róla. Amiről én most beszélnék, az kifejezetten a honosítás, aminek a lényege az az, hogy mindenki megkaphatja a magyar állampolgárságot, akinek bármely őse a Magyar Királyság polgára volt, és valamilyen szinten beszéli a nyelvünket. Itt hadd tegyek rögtön egy distinkciót, mert a nagykövet urak részéről ez egy gyakori kérdés, hogy a nyelvtudáson mit értünk. Ezt nyilván nem lehet exakt formába megmondani. Én azt gondolom, hogy józan mérlegelés kell az adott szituációban, hiszen nyilván más nyelvtudás várható el mondjuk Csíkszeredán, egy színmagyar környezetben, mint mondjuk Sydneybe, vagy Melbournebe, vagy Isztambulba, egy olyan diaszpórában, ahol sok esetben 1000 kilométerre van a legközelebbi magyar közösség. Tehát nyilván az adott helyen elvárható nyelvtudásról van szó. És örömmel jelentem, hogy a 610 ezredik ember is letette, nemzettársunk is letette az állampolgársági esküt, és így honfitársunká vált, és 660 ezren kérelmezték az állampolgárságot. Örömmel jelentem, hogy egyáltalán nem csökkent az állampolgársági kérelmek száma, se Csíkszeredán, tehát se akár Szabadkán, se a Kárpát-medencében, sem pedig a diaszpórában. Annyi a változás talán, hogy az első hullámban, amikor 2010-ben megalkottuk a törvényt, akkor az emberek sokan átjöttek Magyarországra a testvértelepüléseken keresztül, és itt a magyar önkormányzatoknál adták be az állampolgársági kérelmet. A következő hullámra inkább az volt a jellemző, hogy a nagykövetségekre bementek, vagy a konzulátusokra. Most egyre inkább ki kell menni utánuk a kisebb településekre is, de azt gondolom, hogy amit miniszterelnök úrnak és a nemzetnek ígértem a tekintetben, az tartható, hogy az 1 millió új magyar állampolgár meglegyen a ciklusnak a végére. Hozzáteszem, ebbe a számba nem számoljuk bele az állampolgárság megállapítást, akik, tehát mondjuk az emigrációnak egy részét, akik Magyarországról mentek ki, őket nyilván nem kell honosítani, csak megállapítani a magyar állampolgárságot. Most nem bonyolódnék a részleteibe a törvénynek, inkább csak azért mondanék el róla néhány mondatot azokban az aspektusokban, amit általában támadnak. Tehát először is szeretném leszögezni, hogy a magyar állampolgársági törvény abszolút támadhatatlan, nemzetközi jogi értelemben is, és a körülöttünk lévő országok szempontjából is. Nem véletlen, hogy alapvetően a román törvényt vettük át, amikor annak idején megalkottuk ezt a törvényt. Miért? Először is azért, mert a román állampolgársági törvény jó.
Az más kérdés, hogy különböző bürokratikus okokból eléggé döcög Romániában a moldáviaiaknak való állampolgárság kiadás, de inkább ez egy államigazgatási probléma, nem a törvényüknek a problémája. Tehát azért vettük át a román törvényt alapjaiban, mert jó. Másodszor pedig azért, mert hogyha Románia kiadhatja tömegével a román állampolgárságot Moldáviába, akkor nyilván egy szót sem szólhatnak, ha mi megteszik ugyanezt Erdély tekintetében. Harmadsorban, ugye azért támadásért minket brüsszeli részről, hogy Európai Unión kívüli polgároknak adjuk ki a magyar állampolgárságot, ami egyúttal teljes jogú EU-s állampolgárság is. Erre én azt mondtam, amikor itt voltak, hogy mondjam, panaszra jönni, hogy ez egy derék dolog, hogy itt vannak nálunk, de hadd kérdezzem meg, hogy milyen tárgyalásokat folytattak Bukarestbe. És mondták, hogy miért kellett volna nekik tárgyalást folytatni Bukarestbe. Mondom, csak nem gondolják komolyan, hogy ide jönnek minket támadni, azért, mert annak a maréknyi kárpátaljai magyarnak, vagy a vajdaság tekintetében a szerbiai magyarságnak kiadjuk, miközben Románia tömegével adja ki a Moldáv köztársaság területén élő románoknak. Nem beszélve arról egyébként, hogy mielőtt elmennek Bukarestbe, menjenek el mondjuk Madridba, vagy Lisszabonba, és nézzék meg, hogy a spanyolok és a portugálok milyen tömegben adják ki az uniós állampolgárságot dél-amerikai nemzettársaiknak. És miután a magyar nyelv sajnos 15 millió emberre korlátozódik, miközben mondjuk a spanyol nyelv ennél lényegesen többre, ezért ha az uniónak aggódnia valója van, akkor esetleg talán próbálkozzon először a spanyoloknál, majd a portugáloknál, aztán a románoknál, és ha mindezekkel tárgyalt, akkor majd jöhetnek hozzánk is. Tehát azért is jó volt a román törvényt alapul venni, mert ilyen szempontból is támadhatatlan. Azt pedig csak zárójelbe jegyzem meg, hogy aki ismeri a román viszonyokat, az pontosan érteni fogja, amit mondok. Ugye Besszarábiában nem sok olyan román lehet, aki állami papírt tud hozni arról, hogy mondjuk a nagyszülője a román királyság polgára volt. És az ortodoxiában is, hogy anyakönyvezés hol van, meg hol nincs. Tehát, hogy úgy mondjam, a románoknak úgy kellett megalkotni a törvényt, hogy a besszarábiai viszonyokra is használható legyen. Tehát valószínűsíti román származását, vélelmezhetővé teszi. Na most, hogy úgy mondjam, ez az üdvös lazaság, nekünk is tökéletesen megfelel csángó nemzettársaink honosítása tekintetében, hiszen Moldvában nyilvánvalóan magyar származásúak, hiszen valamikor a Székelyföldről mentek ki, de nem sok olyan csángó család van, aki mondjuk állami papírt tud hozni arról, hogy az ősei valamikor a fejedelemség idején kivándoroltak Moldvába. Tehát mindezt összefoglalva a magyar állampolgársági törvény támadhatatlan. Először is azért, mert nem tartalmaz etnikai aspektust. Tehát egy brassói szász, akinek értelemszerűen az ősei a magyar királyság polgárai voltak, és ha beszéli a nyelvünket, és közjogilag a magyarsághoz akar tartozni, semmi akadálya. Ugyanúgy egy délerdélyi román, egy vajdasági szerb, tehát nincs etnikai lezárás a történetnek, ezért nemzetközi jogi értelemben támadhatatlan. Másosorban pedig a környező országok tekintetében precedens van arra, hogy pontosan ugyanazt csináljuk, amit ők, csak zárójelbe jegyzem meg, szlovák barátainknak jelzem, hogy a magyar állampolgársági törvény nagyjából az, ami az első szlovák állampolgársági törvény volt, amelyik egy percnyi helyben lakást nem írt elő Szlovákia területén a világon bárhol élő szlovákok számára. És egyébként nagyon helyesen ki is adták a szlovák állampolgárságot tömegével a világban élő szlovákoknak, anélkül, hogy azok valaha egy percet laktak volna Szlovákiába. Tehát a magyar állampolgársági törvény semmiféle olyan pontot nem tartalmaz, ami különbözne a körülöttünk lévő országok gyakorlatától, nem tartalmaz etnikai lehatárolást, és minden tekintetben megfelel a nemzetközi jognak. Amit szeretnék a nagykövet uraknak mondani e tekintetben, hogy két dologban kérem a segítségüket. Az első az, hogy már sokat egyszerűsítettünk ezeken az űrlapokon, az eljáráson, de hogyha a gyakorlat során látják, hogy valahol még lehet egyszerűsíteni. Most mondok egy példát. A világ nagy részén identifikációs tényezőként vagy jelzésszerűen nem használják az anyja neve kifejezést. Ezért a diaszpórában sok embernek problémát okoz a mi saját meghatározása szempontjából az anyja neve rublika. Nem beszélve arról, hogy a helyes írás is ugye egy probléma, hogy most mondjuk Kis Erzsébetnek hívták a mamát, de hogy az most Elizabeth Kis, az ékezeteket hogy írják, tehát ezért
ez egy problémát jelentett. A magyar közigazgatásban természetes az anyja neve, de ez a világon nem mindenütt van így. Ezért tehát, hogyha az eljárás és az űrlapok tekintetében egyszerűsítési lehetőség van, azt hálásra megköszönjük, hogyha jelzik. A másik pedig az, hogy van egy speciális kormány felhatalmazásom a tekintetben, hogy nemzeti érdekből olyant is tudunk honosítani, aki szoros értelemben nem fér bele az állampolgársági törvénybe. Mondok egy példát, mert azért az élet mindig sokszínűbb, mint amilyen a jogszabály. És ezért soha nem lesz olyan, hogy az életet teljességébe bele lehetne tuszkolni a jogszabályi keretekbe. Mondok egy példát. Például a görög vonatkozásban, ugye a magyarországi görögség. Óvodától kezdve az egyetemig Magyarországon jártak. Nagyjából a legtöbbik azt hitte, hogy ő magyar állampolgár, megjegyzem, a személyigazolványt is kiadták. És valamikor a Kádár rendszerben egyszer csak kitalálták, hogy választaniuk kell a görög állampolgárság és a magyar állampolgárság között. És akik a görög állampolgárságot választották, azok elvesztették a magyar állampolgárságot. De egyébként teljesen magyar kultúrkörben vannak. Magyarul beszélnek, magyarul gondolkodnak, de most ilyen esetben azt gondolom, hogy méltányos az, hogyha valaki a közjogi kapcsolatot is fönn akarja tartani Magyarországgal, akkor erre lehetőséget adjunk, noha nyilván egyetlen őse sem volt magyar állampolgár. Ezért tehát az a töretlen gyakorlatunk, hogyha a nagykövet urak írnak nekem egy levelet a konkrét esetnek a felsorolásával, és azt mondván, hogy ebben is ebben az esetben nemzeti érdekből úgy látják, hogy az illető, noha nem fér bele a törvénybe, de hogy úgy mondjam, megérdemli a magyar állampolgárságot, és ez nemzeti érdek, akkor azt én ellen fogom jegyezni, és Vetzel Tamás barátunk, az előbb itt láttam, hogy itt van Vetzel Tamás, minden honosítási ügyeknek a tudója, a apparátuson keresztül is a Végzsuzsájéknál, a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatalban ugyanúgy keresztül fogjuk vinni, mintha az egy magyar honosítási ügy lenne. Tehát arra biztatnám nagykövet asszonyokat és urakat, hogy a meglátásaikat bátran osszák meg, hogy hol lehetne még egyszerűsíteni és pörgőbbé tenni az ügyintézést. Az eddigi jelzéseket is nagyon köszönöm. A másik pedig, vonatkozik ez a választások lebonyolítása tekintetében is, a másik pedig az, hogy akiről úgy látják, hogy nem fér bele ugyan a jogszabályba, de nemzeti érdek, vagy egyszerűen egy emberi méltányosság, hogy ő megkapja az állampolgárságot, akkor ezt jelezzék, és megvan a lehetőség arról, hogy diszkrecionális alapon köztársasági elnök úr ezt elint, tehát magyarul, hogy ő honosítsa. Itt még egy mondata a nemzetpolitika tekintetében, ez inkább csak egy jelzésszerűen az autonómiának a kérdése. Tehát annak a tisztázása nagyon fontos, hogy a magyar kormány teljes mellszélességgel a külhoni magyarság autonómia követelése mögött áll. Ez az autonómia követelés a tömmagyarság területében területi autonómiát jelent, a szorvány magyarság tekintetében kulturális autonómiát. Most nyilvánvaló, hogy az egyes autonómia koncepciókat az adott nemzetrésznek kell kidolgoznia, és Magyarország azt a koncepciót fogja támogatni, amit az adott nemzetrész a saját megmaradása szempontjából kidolgozott. Kifele pedig azt kell látni és láttatni, hogy Magyarország és a magyarság soha nem követelt olyat, amire ne lenne példa az Európai Unióban. Sőt, megkockáztatom, ami ne lenne általános az Európai Unióban. Mert végső soron az autonómia az egy emberi jog, csak a közösség szintjén van. Tehát mi eleve nem tartjuk helyesnek a jogok szempontjából az egyén és a kollektív jogoknak egy merev elszeparálását, hiszen mondjuk a vallásszabadságot se tudom megélni magamba. Ugye ahhoz is legalább egy pár ember kell, hogy valamilyen vallási közösségünk legyen. És ugyanígy az ember nem atomisztikusan van úgy általában, hanem valamilyen közösségben. Tehát az egyéni jogok nem választhatók el mereven a közösségi jogtól, és ezért mi az autonómiát is voltak éppen egyfajta emberi jognak tekintjük, csak a közösség szintjén. De amit nagyon fontos látni és láthatni, hogy a magyarság soha nem követelt extremitást. Egyetlen olyan követelésünk vagy igényünk nincsen, amire ne tudnánk példát mondani az Európai Unióban. Na most, hogyha másoknak jár, akkor nekünk is jár. Ha másoknak szabad, akkor nekünk is szabad. Mégpedig azért, mert ha azt egyszer elfogadnánk, hogy létezik olyan jog, ami másnak jár, mondjuk a belgiumi
németségnek, vagy a tiroliaknak, hogy másnak jár, nekünk pedig nem jár, akkor ezáltal azt fogadnánk el, hogy alábbvalóbbak vagyunk valamely más népnél. Mi nem vagyunk alábbvalóbbak egyetlen más népnél sem, nem vagyunk másodrangú uniós polgárunk, és nem vagyunk másodrangú emberek. Tehát ami másnak jár, az nekünk is jár. És ezért vissza kell utasítani azt, amikor az autonómia kérdésében extremitással vádolnak minket. Mert ha minket extremitással vádolnak, akkor tessék extremitással vádolni az összes többi olyan országot, amelyik biztosítja az autonómiát, vagy amelyik kiáll a nemzet részeinek az autonómiája mellett. És engedjék meg, hogy a diaszpóra tekintetében is, hadd mondjak önöknek, hiszen az önök nagy része olyan országban lesz nagykövet, diplomata, ahol diaszpóra magyarság van, hiszen csak néhány olyan nagykövet van, aki a Kárpát-medencében nagykövet. Ezért most inkább a diaszpóra tekintetében szólnék néhány szót. Azért hoztuk létre a diaszpóra tanácsot, mert az igazság az, hogy a magyar állandó értekezleten belül a diaszpóra szempontjai mindig egy kicsit háttérbe szorultak. Közt ez valamennyire a dolog természetéből is következik, mert amikor az a kérdés, hogy kormányon vagyunk-e Bukarestben, Pozsonyban benn vagyunk-e a parlamentben, akkor mi tagadás, nehéz fölállni és azt mondani, hogy igen, ez nagyon érdekes, na de mi van a clevelandi cserkészekkel? Pedig az amerikai magyarságnak, a clevelandi magyarságnak az a fontos, hogy az ő néptánc együttese, a cserkész csapata hogy van. Ezért hoztuk létre a diaszpóra tanácsot, ami kifejezetten a diaszpóra ügyeivel foglalkozik, és persze a diaszpóra tanács képviselteti magát a magyar állandó értekezleten is. Itt a legsikeresebb ötletünk talán, vagy a projektünk mondjuk így, az a Kőrösi Csoma Sándor program. Ennek a keretében első körben 50, most 100 olyan fiatal megy ki a külhoni magyarsághoz, aki az adott nyelvet jól beszéli, intellektuálisan, kulturálisan alkalmas arra, hogy életet vigyen az adott nemzeti közösségbe. Már csak azért is, mert, és itt a nagykövet uraknak nagyon nagy segítséget tudnak adni az ottani magyar közösség megmaradásában, mégpedig azért, mert a helyzet az, hogy ezek a diaszpóra közösségek genezisük tekintetében emigrációs közösségek. Na most, nyilvánvaló, hogy ez megváltozott, hiszen emigráció a szónak a szoros értelmében nem létezik. Aki akar, már régesség hazajöhetett, senkinek nincs oka emigrálni. Következésképpen a klasszikus emigráns közösségeknek és egyesületeknek, szervezeteknek át kell alakulni egy olyan befogadó közösségé, aki képes azokat is integrálni, és egy magyar otthont teremteni azoknak, akik csak pár évre mentek ki dolgozni, kimentek tanulmányokat folytatni, és így tovább. Ugye, akik ismerjük ezt a közeget, azt pontosan tudjuk, hogy egészen más egy emigráns, most csúnya szó, de egy feeling, mint egy olyan közösség, ahova el tudnak menni azok is, akik csak szeretnék, hogy a gyerek tanuljon magyarul, csak pár éve dolgozik kint, vagy egyetemi tanulmányokat folytat. És pontosan az a feladatunk, hogy ezt a váltást meg tudjuk tenni. És ebben óriási szerepe van a Kőrösi Csoma Sándoros fiataloknak. Ehhez kapcsoltunk még két programot, ami szintén elég fontos. Az egyik a tárgyi örökségünknek a lajstromba vétele, mert itt megint szembe kell néznünk azzal, hogy sok olyan hely van, amit már nem fogunk tudni megtartani. De legalább az emlékét és a dokumentációját őrizzük meg. Gondolok arra, hogy például Kanadában, Egyesült Államokban, Argentínában valamikor magyar utcák voltak, magyar városrészek. Még nem is annyira a háború idején, hanem még a 900-as években vándoroltak ki. Azokon a területeken ma már kínai negyed van, vagy valamilyen egészen más, a magyarság szétszóródott, de mondjuk a templom még megvan. Akkor részint, ahol meg lehet őrizni a magyar templomot, azt őrizzük meg. Itt azért a Vatikánban is most nagyon sikeres lépéseket tettünk ilyen vonatkozásban. De van olyan, amit már nem fogunk tudni megőrizni. De akkor is dokumentáljuk a sírokat, az emléktáblákat, az adott templomot, építészeti vagy kulturális értékeket. És ez azért jó, mert részint megőrizzük, és be tudjuk mutatni, hogy a magyarság mit adott az egyetemes emberiségnek és a befogadó országnak. Másfelől bele tudjuk tenni a turisztikai könyvekbe, és azok a magyarok, akik kimennek mondjuk Argentínába, akkor azok kapnak egy olyan részt, hogy el tudnak menni a magyar bencés rendházhoz, el tudnak menni a magyar emlékekhez, tehát egy ilyen szint is visz a nemzetpolitikába, és van még egy értelme, hogy az adott
magyar diaszpóra, amikor összegyűjti a saját őseinek a tárgyi emlékeit és örökségét egy ilyen virtuális múzeum szerűen, ami valóságosan létezik is ez a múzeum, amit létrehoztunk, ami olyan típusú tárgy, az materiálisan, a többi pedig fényképpel, filmfelvételen megőrzött módon. Tehát amikor ezt összegyűjtik, akkor ezáltal a saját nemzeti identitásuk is megerősödik, tehát az adott diaszpórának is jó tesz mindennek az összegyűjtése. És ehhez kapcsolódik a Mikes program, aminek a lényege az, hogy elég sok olyan környezetben élő magyar van, akiknek mondjuk a nagypapa összegyűjtött egy magyar könyvtárat. A gyerek még valamit bogarászott benne, olvasta is, meg nem is, az unokák már nem beszélnek magyarul. Most ez a könyvtár, vagy levéltár, vagy amit létrehoztak a nagyszülők mondjuk, ez ne vesszen el. Ezért azt csináljuk, hogy létrehoztunk raktárakat a világ, hogy úgy mondjam, stratégiai pontjain, magyar államköltségen, oda eljutatják a könyveket, és onnan államköltségen haza tudjuk hozni Magyarországra. Részint akkor itt a Széchenyi könyvtárba átválogatják, és ami olyan érték, az a Széchenyi könyvtárba kerül, gondoljuk az emigráció dokumentálásának számos kiadványára, ami pedig olyan, hogy nem érdemes, hogy úgy mondjam, a Széchenyi könyvtárban őrizni, mert mondjuk az Egri csillagoknak az 527. példánya, az is egy nagyszerű dolog, mert akkor azt eljutatjuk Kárpátaljára, vagy Erdélybe, vagy azokra a kárpát-medencei nemzetrészekhez, akik meg örülnek ezeknek a magyar könyveknek. Tehát magyarul semmit se hagyunk kárba veszni. Kőrösi Csoma Sándor, Julianus program, Mikes program. Még egy dolgot engedjenek meg itt a diaszpórával kapcsolatban, ezt inkább, hogy mondjam, egy, ha nem nagy képviselői fajta tanácsként hadd mondjam, ugye most pontosan, és fontos, hogy őszintén beszéljünk. Ugye az emigráns létből kifolyólag nem egyszerű a diaszpórának a lélektana, hogy úgy mondjam. Ugye más az a emigrációs hullám, akik a háború előtt mentek ki, mint akik a háború után. Más az 56-os hullám. Egészen más azok, akik a Kádár rendszer különböző időszakában, ki ezért, ki azért, idézőjelben mondom, disszidált. És egészen más azok, akik most kimentek oda dolgozni, vagy tanulni. Most ebből kifolyólag, és egy kisebb közösségben az még gyakoribb a feszültségek, nyilván mindannyian, hogy mondjuk elszenvedői voltunk annak, hogy egy-egy emigrációs közösségből több méter számra jöttek az egymás feljelentő levelek. Ezért tehát én, amikor összehívtam a diaszpóra tanácsot, én rögtön az elején megmondtam, hogy nálam ne is jelentsék fel egymást. Tehát a magyar kormány számára minden magyar egyformán fontos, függetlenül a felekezeti, világnézeti, akármilyen beállítottságától. Őnekik szuverén joguk, hogy úgy harcolnak egymással, hogy akarnak, ennek mi nem örülünk ugyan, de ez az ő dolguk. De minket ebbe ne vonjanak bele. És ugye, megengedik ezt a hasonlót, ugye amikor Jézushoz is oda mentek, és azt mondták, hogy oszd el az örökségünket. És Jézus azt mondta neki, hogy ember, ki tett engem bíróvá köztetek? Tehát kicsit hasonló a helyzet. Mi nem vagyunk bírók a különböző emigrációs szervezetek közötti csatározásban, a különböző emigrációs hullámok közötti felfogásbeli különbségben, és pláne nem a különböző személyeskedési dolgokban. Azt nem titulom, hogy két társulattal nem tárgyalunk. Az egyik, akik ilyen ügynök, hogy mondjam, szeplőket viselnek, az egy dolog. A másik meg a tényleg szélsőséges őrültek, akik sokkal többet ártanak, mint bárki más. Ez nyilván ez körön kívül van, de ezen belül világnézeti, felekezeti, akármilyen hovatartozástól függetlenül, aki magyar és a magyar kultúrkörhöz tartozónak vallja magát, afelé a magyar kormány szeretettel rendelkezésre áll, és nem a mi dolgunk az, hogy ezekben a purparlékban igazságot tegyünk. Még a diaszpórával kapcsolatban nagyon fontos a nemzeti regiszter, ami a internet segítségével lehetővé teszi a személyes kapcsolattartást. Ugye ez korábban nem volt lehetséges, amíg mondjuk levél útján lehetett volna, mert irtózatos költség lett volna, meg nem is lenne lebonyolítható. A nemzeti regiszternek a lényege az, hogy bárki regisztrálhat rajta, és a honosítás során, akik honosítanak, azok általában regisztrálnak is. Ennek a lényege az, hogy minden héten kap egy rövid, 5-10 perc alatt elolvasható tájékoztatást Magyarország és a magyarsággal kapcsolatos legfontosabb eseményekről, amik azon a héten történtek.
tájékoztatástól kap a magyar államigazgatási rendszerről. Hogyha például a gyereke Magyarországon akar tanulni, akkor milyen egyetemen, hogy tud tanulni. És a legjobb e tekintetben az, hogy nem ő neki kell levelezni a bonyolult államigazgatási rendszerben, hanem ő leírja a problémáját, és mi azt eljutatjuk ahhoz az államigazgatási egységhez, aki kompetens az ügyben. Ha az a nyugdíjintézet, akkor a nyugdíjintézet, ha pedig a nem tudom, valamelyik egyetem, vagy az oktatási államtitkárság, akkor pedig oda. És miután az emigráció többedik nemzedékétől nem várható el, hogy a beszélt magyar nyelvben ennyire járatos legyen, arra törekszünk, hogy járatos legyen, ezért is küldünk ki magyar tanárokat, meg cserkészeket, meg minden, de reálisan ez az egész emigráció harmadik, negyedik, ötödik nemzedékétől alig ha várható el, viszont őket sem akarjuk elveszíteni a magyar nemzetből. Ezért tehát a nemzeti regisztert elkészítettük, hogy mondjam, tükörfordításban angolul is, tehát az emigráció angol nyelven is tökéletesen el tud igazodni a nemzeti regiszterben, ugyanúgy megkapja az üzenetet, és minden, ami magyarul rajta van, az rajta van angolul is. És van ennek még egy olyan fontos eleme is, hogy a magyar szervezetek be tudnak mutatkozni a nemzeti regiszteren. És ez lehetővé teszi, hogy mondjuk a Sydney-ben lévő cserkészek közvetlenül kapcsolatba lépjenek mondjuk a gyergyószentmiklósi cserkészekkel. Akkor a csíkszeredai néptáncosok mondjuk a New Yorki néptáncosokkal. És igazából itt mi csak egy katalizátor vagyunk. A lényeg az, hogy őket összehozzuk, a nemzeti regiszteren keresztül kapcsolatba tudnak kerülni, és egy olyan networköt tesz lehetővé, hogy mindegy hajszál erekkel behálózzuk szinte az egész világot, és egy magyar világot hozzunk létre. A bélyeggyűjtő a bélyeggyűjtővel, a néptáncos a néptáncossal, nem tudom én micsodával. Tehát a lényeg az, hogy itt mi egy katalizátorok vagyunk. És nagyon röviden, ha megengedik, még a egyházi vonatkozásokról is hadd mondjak néhány gondolatot. Részint a kettő ott is összefügg, hogy a külhoni magyar szervezetek jelentős része egyházi szervezet keretében van, különösen igaz ez a Kárpát-medence tekintetében, de hát a diaszpóra tekintetében is a magyar templomok és a magyar lelkészeknek meghatározó szerepük van, vagy gondoljunk akár a cserkészetre is. És azért fontos még itt az egyházdiplomáciai sikereink és kapcsolataink, mert ez is egy olyan nemzetpropaganda, jó értelembe vett nemzetpropaganda lehetőség, ami nagyon sikeresen működik. Gondoljunk arra, hogy például az elmúlt időszakban vendégünk volt Senuda kopt pápától kezdve, Bartolomeosz bizánci patriarkai, vagy a Szentföldről Tval, latin patriarkától, Teofilos, ortodox patriarkán keresztül a világ meghatározó vallási vezetőinek jelentős része megfordult Magyarországon, és 2016-ban reménységünk van arra, hogy a Szent Márton évfordulón, Szombathely vonatkozásában Ferenc pápa is Magyarországra látogat. Itt a Szentföld tekintetében különösen szoros az egyházi kapcsolat Magyarországgal, ezeket helyes is, két szempontból is, mert már Szent István Róma, Bizánc és Áhen mellett Jeruzsálemben is felállította a magyar zarándokházat, és ugye nagyon sok magyar zarándok megy a Szentföldre, tehát fontos ez a kapcsolatrendszer, ami nem csak egyházilag vagy politikailag él, hanem kulturálisan is. Itt Fibere Csabának külön szeretném megköszönni az augusztus 18-ai eucharisztikus szimfóniát, amikor 12 felekezet főpapi szinten vett részt ezen a nagyszerű kulturális eseményen, majd az augusztus 20-ai körmeneten. Vagy például arra gondoljunk, hogy a betlehemi születés bazilikának a felújításához, sok száz év után tatarozták, magyar kormány járult hozzá először. Ez egy olyan szimbolikus összeg volt, de utána Franciaország, Olaszország, Oroszország már összehasonlítatlan nagyobb összegekkel járult hozzá, de mégiscsak az van, hogy Magyarország volt az első, aki a születési bazilikához hozzájárult. És miután a keresztény civilizációjú kultúrkörben vagyunk, ezért ez egy nagy szellemi megerősítése volt Magyarországnak, mert minden felsorolás azzal kezdődik, hogy először Magyarország járult hozzá. És itt külön szeretnék befejezésül köszönetet mondani a külügyminisztériumnak, Takács Szabolcs államtitkárnak különösen is a szudáni hölgy megmentése érdekében tett lépésekért, Tibornak én is nagyon szépen köszönöm, ami egy fantasztikus dolog volt.
nemzetközileg is nagyon, most nem az, hogy jól jöttünk ki belőle, mert ez egy erkölcsi kötelességünk volt, de fontos volt, hogy Magyarország fellép az üldözött keresztények mellett, ugyanígy akár Szíriában, akár Irakban természetes kötelességünk az ottani keresztényeknek való segítségnyújtás. Mégpedig azért, mert ez nem egy vallási kérdés alapvetően, hanem egy civilizációs kérdés. Mi a keresztény civilizációban vagyunk Szent István óta. Ez az Európai Unió, akarja, nem akarja, ez a keresztény civilizációban van. Ez egy történelmi tény, sőt egy szociológiai tény is. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy paradox módon még a kereszténységnek még a tagadása is csak egy keresztény kultúrkörben lehetséges, mert Voltaire-től Marxig értelmezhetetlen lenne egy keresztény kultúrkörön kívül, zárójel bezárva. Tehát a lényeg az egésznek az, hogy a magyar diplomácia a kultúrkörünkből és a civilizációnkból kifolyólag hangsúlyt helyez arra, hogy a világban üldözött keresztények mellett kiálljon, és azt gondolom, hogy a magyar diplomáciának egy nagyon nagy sikere, amit Irakban is sikerült elérni, mind az Európai Unió, mind a NATO tekintetében. Én ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg önöknek a figyelmüket, és még egyszer hadd jelezzem azt, hogy ha bármilyen javaslatuk van jogszabályi szinten, akkor azt örömmel fogadjuk, mert terepen jobban látható, hogy mi kell a különböző egyszerűsítéshez, és hogyha az önök közegében, az adott országban olyanok vannak, akik nem férnek bele ugyan a jogszabályba, de méltányossági szempontból is nemzeti érdekből fontos, akkor amennyiben írnak nekem egy levelet, akkor meg fogjuk oldani az ő honosításukat is. Köszönöm szépen!